Köszöntöm az Arckép más nézőit. Ma egy csodálatos helyszínen egy nagyon érdekes embert ismerhetünk meg. 100 éves bicikli, mint közlekedési eszköz. Megyszínű Volga, mint múzeum alapító. 42 tárgyból több mint 7200 a 16 év alatt. A múltba szerelmesedett férfi. Vitéz Sepa Jánost ismerhetjük ma meg. Nem mindenki mondhatja el magáról, hogy közel 100 éves biciklin kerékpározik Beregszászba, és nem is akármilyen biciklin. Mutassuk be ezt a járművet. Hát a kultúrában nincsen olyan sok pénz, hogy új biciklire teljen, ezért kénytelen voltam 4 barátommal 2 hónap alatt összeszedni egy biciklit. Ez egy 1931-es évjáratú bicikli. Az Ariane cég készítette, holland bicikli, és az internet segítségével kiolvastam, hogy a holland királynő kedvenc bicikli márkája volt. Tehát ezért is tulipánból van kirakva nagy fogaskerék, ahogy lehetett látni. A bicikli fel van szerelve, hát ilyen csengővel, hogy a nagy keréktől forog a kiskerék, csak akkor tud, akkor cseng. Van egy Ford lámpa, amit 2 kapcsolásos, rövid, hosszú fény, Bosch dinamó hozzá, és Beregszászi rendszámot találtam egyelőre egy 1960-as rendszámtávla, mert Beregszászban ez is kötelessége volt az embernek, amikor volt bicikli 50-es, 60-as években, rendszámot használni. Az ülés rajta az is eredeti? Természetesen 8 rugósos ülésből áll, és van egy érdekessége, a kerékzár. Hát ez volt a legnehezebb talán elkészíteni. A 8 szuholdunkból álló, szerkezetből álló rész, ami hátul így bezáródik, és akkor a kerék lezáródik. És ez meg hozzá a macskaszem. Tekintélyes járnő, és a pisztolytáskában mi van? Hát nem szendvics. Egy kulcs, meg egy csavarhúzó található benne. Mennyi a maximális sebessége a járműnek? Attól függ, hogy hány karé zsíros kenyert vett meg az ember. A pohárborok minőség vagy mennyisége, az nem számít? De az is számít. Hát több mint 14 pohár bort az ember ne igyon meg egymás után kóstolóba. Tehát 14 pohárborig működik a bicikli. Így van. Köszönöm. Időutazzunk egy kicsit. Jó, egész vissza a gyerekkorig arról, hogy Beregszászban milyen volt az élet akkor, amikor Sepa János ide megszületett. Szerintem nehéz volt mindig az élet, mert háború után én 57-ben születtem, és akkor még eléggé nehézkés volt az idő, mivel sorba kellett állni kenyérre, más egyébként, tehát hát nem valami könnyű időszak volt. Az iskolák sem voltak olyan könnyűek, hisz egyik iskolából magyar iskola, utána váltott ukrán iskolába. Igen, mivel Búcsúban születtem, akkor ottan beadtak engemet ukrán iskolába, 1-4 ukrán iskolába jártam. Felkerültünk utána Beregszászba, továbbra is ukrán iskolába jártam 8 osztályos korig, utána elkerültem munkásra ottan, a magyar iskolába jártam. TV és rádió szerelő az alap szakma, amit végül is kitanult, ugye? Igen. Munkácsi 7-es számú technikumban jártam. TV és rádió szerelést tanultam. És aztán hogyan ment tovább? Befejezte ezt a szakmát, és utána mi történt? Tanácsoltam, a Munkácsi műszergyárban dolgoztam, és mivel Beregszászban nyílt az Omszki gyár, akkor átcsaltak engemet először ide az Omszki gyárba, utána a műszergyárba, és innen mentem katonasághoz. Katonai évekről meséljünk már kicsit, hiszen ez mindig nagy izgalmakkal jár. Hát véletlenül
kerültem ki Budapestre, mert azok az emberek, akik magyarul beszéltek, és azok átlagosan nem kerülhettek ki külföldre. Nekem szerencsém volt, hogy volt egy ismerősöm, és ezáltal ki tudtam kerülni Budapestre. 4 évet szolgáltam, és 2 évet tényleges katonai szolgálat, 2 évet meg dolgoztam, mint polgári alkalmazott Budapesten. Végül is aztán sok hasznát vette, nem? Ennek a katonai szolgálatban eltöltött időnek. Igen, a szovjet kereskedelmi kirendeltség központi bázisának voltam az anyagbeszőző és a tolmácsa. Utána idegenvezető lettem, itten dolgoztam a Sputnik irodába, tehát a nyelv véget bejártam az egész Szovjetuniót, úgyhogy a Balti tenger, az Urálig, a Fekete tengerig. Az olimpián is részt vett? Igen, Kijevben nyitáson, Moszkvában záráson vettem részt, tehát a 80-ban. Az idegenvezetői korszak után jött már a megyszínű Volga? Igen, azt Magyarországról hoztam. 5. voltam a járásban, akinek volt 24-es megyszínű Volgája, és nagyon sok lakadalmat vittem, mint mennyasszonyt vittem ezzel a Volgával. Jött a múzeumigazgatás. Az hogy jött, és akkor hogy kapcsolódik a megyszínű Volga, amit már annyit emlegettünk? Nem csak a megyszínű Volga, hanem vásároltam egy 1936-ban lévő házat, és nem volt már pénzem berendezni új butrokkal, ezért valami régi butrokkal kellett berendeznem, tehát hogy a stílusába is feleljen meg. 36-os ház, 36-os évekből lévő butrok, és a Volgát kénytelen voltam eladni, mert ráment a festésre, a tatarozásra, más egyébre. Hát mivel elkezdtem gyűjteni az ilyen régiséget, csillároktól kezdve más egyéb dolgokat, butrokat, képeket, szenes vasalót, stb. Kinőtte magát. Pap József, ismertem őt, mert ő csábított engemet át a munkási műszergyárból, az Omszki gyárba, és mikor elment nyugdíjba, akkor felkért engemet, hogy nem szeretnék lenni múzeumnak az igazgatója. És kérdeztem, hogy és hány tárgy van, vagy miből kell elindulni. Mikor megmutatták nekem, hogy 42 szocialista tárgy található, és már semmi, nincs egy szék, nincs egy asztal. Azt sem tudom, hogy honnan kezdjem el. Most hozzak egy létrát, vagy betekerre egy villanykörtét, vagy hozzak egy széket, vagy egy asztalt, vagy honnan is kellene elkezdeni. És kérdeztem, hogy mennyi lesz a fizetés. Hát azt mondta, hogy 64 griveny, tehát fél stávka. Ez 2002-t írunk, márciusát. Hát én perfektül 4 nyelven beszélek, még több nyelven el nem lehet adni. Gondoltam, elvállalom, mert ennyi pénzen gondoltam, úgysem tudnak kirúgni. Tehát 42 tárgyból indult a jelenlegi több mint 7500 darabos múzeum, ugye? Na ezt hogy sikerült? Hát alapul vettem a Bibliát. Úgy gondoltam, hogy az Isten megteremti az eget és a földet, ezért nálam van már a geológia. Megszületik az ember, és akkor neandervölgyi ember, 250-40 ezer éve időszámításunk előtt, a krományon ember, tehát nézni és látni. Az ember elhiszi azt, amit lát a saját szemének, vagy pedig azt, amit tanítottak, tanult, vagy olvasott, vagy pedig a saját szemének. És így egy folyamatossággal beütettem, tehát ezért könnyű nézni ezt a múzeumot. Könnyű nézni, de a háttérmunkára vagyok kíváncsi, hogy sikerült ennyi mindent összehozni. Tehát elindult 42 tárgyból. Igen. És akkor hogyan kezdett el bővülni? Alapoztam mindig valamire, tehát többek között a mondákra, vagy a szólásokra. Hogyha megdöglött nekem a tehén, akkor a szomszédnak is dögöljön meg a borja. Tehát ezt úgy gondoltam, hogy ha én valaki valamilyen tárgyat ajándékoz a múzeum számára, akkor kiírom a nevét. Hát a szomszéd is ad valamit a múzeum számára. Tehát összeneztem az embereket valamivel, és akkor kaptak vagy egy oklevelet, vagy egy köszönőlevelet, vagy bármi más egyébet, vagy 2 nyelven ki van írva az ő neve, hogy ki ajándékoztam a múzeum számára.
De 19 éve volt zárva a múzeum, amikor ön átvette. Ehhez azért nem elég az, hogy most nekem van kedvem hozzá. Ez valami olyan plusz töltet kell, hogy ön ezt újraélesz-e, ami példaértékű lehet. Én azt gondoltam, hogy én úgy érzem magamat, hogy maximalista vagyok. Tehát én, ha valamit elvállaltam, akkor azt maximálisan tudjam csinálni. Tehát ha valaki elvállalt egy bársony széket, akkor ne csak az legyen, hogy ragaszkodik hozzá, hanem maximálisan tudja csinálni azt a munkát. Tehát én nap mint nap vizsgázok. Én nem tudom, hogy ki jön be hozzám, akadémikus, vagy bármilyen professzor. Én nem adhatok olyat, ami nem valós. Tehát nagyon sok könyvet áttanulmányoztam, átolvastam, folyamatossággal így építettem fel. Tehát a jelenlegi tárgyak több mint 7200 tárgy, 160 témában. Van esetleg kedvenc tárgy? Nekem mindegyik kedvenc tárgya, mert mindegyiknek van egy lelke. Engemet úgy ismernek, hogyha az ember kevés pénzzel, de sok munkával valamit megcsinál, akkor lesz lelke. Akkor elkezd magától beszélni az a tárgy. Azt kell tudni róla, hogy három típusú kategória ember van. Az egyik azt mondja, hogy tudod mit, Jancsi, hadd nézze bárki, mindenki számára. A másik azt mondja, esetleg, hogyha jól megfizeted, akkor eladom neked. És van még egy iratlan törvény, ameddig én vagyok az igazgató. Hát ezt a Bagyuk család adományozta ide addig, tehát nem adták el, hanem ameddig én vagyok az igazgató. Mégiscsak van valami személyes varázs ebben a múzeumban, nem? Ami csak önnek köszönheti, hogy itt vannak a tárgyak. Nézzünk még valamit. Egy gyerek, azt mondták neki állítólag az orvosok, hogy rákos. És hogy nap mint nap ne gondoljon a betegségére, elhatározta, hogy energiában meríti a gondolatát. És így 3 hónap alatt 25 ezer gyufaszából elkészítette a Búcsi református templomot. A gyerek meggyógyult, jelenleg is él. Nemrégen a templomot a múzeum számára adományozta. A világ legerősebb embere, itt született Beregvár megyében, Nina Heckó-Lobova, olimpiai bajnoknőnk, világbajnokunk, szintén a szomszédasszonyom, tárgyai kiállítva. Egyébként volt olyan is, hogy ahhoz, hogy összeszedje a dolgokat a múzeum számára, házvásárlási céllal kopogtatott be esetleg egy-egy eladóház kapuján? Hát igen, ez van ilyen szakmai titok, hogy lehet beszerezni a zárut, vagy a házakból, vagy más egyéb, ahol ki volt írva, hogy ez a ház eladó, mert nagyon sok sajnos ember elutazik külföldre dolgozni, vagy már átlagosan lakni is, és eladja a házát, és hogy be lehessen oda menni, akkor esetleg becsöngettem, hogy megnézném a barátomnak, ismerősömnek a házat, és így a padlástól a pincéig, és akkor amit láttam, olyan tárgyakat esetleg rákérdeztem, hogy ez nem lenne eladó, és nagyon sok tárgyat így is sikerült megvásárolnom. Vagy például át fogom menni majd a harmadik terembe, ahol vaskályhák. Tehát nálunk van egy cigánytábor, roma tábor, és mikor vége van a fűtési szezonnak, akkor már nem kell a kályha. És akkor 4 kályhát tegyük fel a cigánytáborból, utána április végén vagy május elején tudtam megvásárolni. És a tél közelettében nem jöttek vissza érte? Nem, mert fűrészporos kályhákat, tehát 200 literes hordós kályhákat, több hordót is tudtak már belőle venni. Ott lent az a kis fűző, ami, hát hogy is mondjam, elég karcsú. Hát igen, tehát ez 19. század közepe. Tehát 6-8 éves korában kapta meg a gyerek, hogy ilyen formát alakot vegyen fel a teste. A fémkeret egyben van, egy kicsit összeszáradt rajta a bőr. A gyereknek naponta 23 órát kellett viselni a 21-ből. Ami állítólag most ez jön visszafele. Egyes más színészek már használják, és a 2 lengő bordát később operáltassák. Ez a pici kis varrógép, erről mit tudhatunk? Ez első világháború előtt lévő varrógép, ami most is tökéletesen működik egy cérnával, hurokkal. Uh-huh. Jelenleg be van varva egy zsák cukor, tehát ha meghúzta az ember a végét, akkor szétbomlik. Hát ugyanúgy volt, csak 1868 Németország. Hadd idézzek egy kedves úriembert. Önts bele 2 vedér lelket egy régi tárgyba és újjáéled. Ismerőse ez a mondat? Igen, az én mondatom, hogy a bolond is tud rá drágán vásárolni, de próbálja meg olcsón. Hát nagyon sok tárgyat úgy behoznak, jó lesz az a múzeumban. Tehát az még nagyon sok
időigényes munkával kerül, hogy ki lehessen tenni a közszemlére ezeket a tárgyakat, fel kell újítani. Hát a restauráció az nem kis munka. Az hogyan folyik? Hát ez eléggé bonyolult, mert a legnehezebb, hogy az ember összegyűjtse azokat a szakembereket, aki valamihez ért, és utána egyesítse őket. Tehát a szakember a legnagyobb probléma. És én úgy gondoltam, hogy egy jó szervező vagyok, és több szakembert egyesítettem, egyes más, valaki a fáva, valaki a vassal, valaki más egyében, valaki heggesztés munkára más egyében ért, vagy fafaragásról, vagy más egyébhez. És ezt kellett nekem egyesíteni ezeket az embereket, hogy újraéljenek egyes más tárgyak, mert egy ember mindenhez nem érthet. Honnan jön ez a szeretet a régi tárgyak iránt, vagy az, hogy felkutassam és újjáélesztem és megmutassam? Ez családi örökség, vagy ez önből, mint Sepa Jánosból egyszer ilyen jön? Sajnos a családban senki nincsen ilyen, ez így jöttem. Hát ha humorosan akarnák lenni, akkor engemet egy példányszámba készítettek, ezért nem indigó alatt, ezért én ilyen egyedi vagyok. Mit láthatunk most itt például, milyen érdekesség van? Hát tegyük fel, hogy egy húzómázsa, hogyha az ember erre akaszt rá valamit, akkor így több mint 100 kilót lehet mérni. De viszont átfordítsuk a másik oldalra, akkor már mindössze csak 25 kilót lehet mérni. Mi most se ismerünk olyan hozzáhasonló mérleget mázsát, ami zsebbe fér el. De ha bárki ismerető kisebbet, akkor egy fotóerejével szívesen fogadom, vagy egy olyan komputer zsenit, aki kiszámolja az edzési technológiát. Én elintézem, hogy fizikában mindig, mint Magyarországon 5-ösre lesz, Ukrajnában 12-ese. Most is az emberek főznek pálinkát. Na de az eleje, az rézeleje, ami energiát, de mérgező anyagokat tartalmaz, mint az aceton. Ezért a rézelejét külön szedték, belöntötték a tartályba, meggyújtották, és reggel gyorsan bármit meg lehetett melegíteni. Amit felváltott a petrolem, benzin, jelenleg a gázrezsoly helyettesíti. Tehát 100%-os kihasználtság. Volt-e már olyan tárgy, amit megtalált, és nem tudta, hogy mire való? Hogyne, persze, számtalan. Ezért van a révai lexikon, hát kell nyálazni. Hát és nem hagyhatnánk ki a Beregvidéki Múzeumból Fedák Sárit sem. Róla meséljünk egy picit. Mondjuk azt, hogy ebben a házban született Fedák Sári, jelenleg a Református Püspöki Hivatal irodát található ebben a házban. Én 220 postatörténet képes lapot gyűjtöttem össze Fedák Sáriról, és mi nem ismerünk olyan színésznőt Európában, Oroszországban, aki több mint 220 postatörténet képes lapon elevenedett volna meg. Beregszáznak két színháza is van, vegyenek ötletet korabeli ruhákból, frizurákból vagy más egyébből. A tavaly előtt ki is adtam róla ezt a könyvet. Fedák Sári a legismertebb beregszázi. A könyvet csak a múzeum forgalmazza. A tavaly két nemzetközi kiállításon egy bronz és egy ezüstérmet vitt el ez a könyv. És ha már beregszáz, akkor a beregszáz és a beregvidéki borról se feledkezzünk meg. Dokumentálisan visszamentem 1247-re, hogy itten szőlészeté borászattal foglalkoztak. Majd dr. Liner Bertalan gyógyította Stalint. Tőle nem vették el a földbirtokot, ezért ő itten kb. 140 fajta szőlőt tudott nemesíteni. Olyat, mint a Gizal emléke, Beregszász szépe, Beregszászi mennyecske, Beregszász rózsása, L1, L2, L6, Mátravidegen is jó ismert fajták. Vagy összegyűjtöttem a magán termelőknek a dínyertes boráját, Urszta János, Sas Károly, Varga Béla, Parászka pincészet, vagy más pincészeteknek a borait is kitettem, vagy oklevelét, amit vittek el különböző nemzetközi fesztiválokon. De nem csupán, mint múzeumi érték és beregvidéki érték érdekli önt a borászat, hanem borlovag is. Így van. Tehát örököltem nagymamám, nagyapám után szőlőbirtokat, és továbbra nekem kell folytatni, több mint 400 tőke szőlőm van. És én is készítek bort, és engem ez is felvettek, mint borlovakként. A Beregszászi Szent Vence bor lovagja vagyok. Többek között itt is lehet látni a 2012-es családi képet. És hogy ha már borászat, borvidék, borlovagok, akkor borpince is van. Szőlészeti Borászati Múzeum, egy pince helyiségben.
És ez ugye a második múzeum lett, a Szőlészet-Borászati Múzeum, ami miatt meg is kapta a vezérigazgató kinevezést, még bársonyabb lett a szék. Igen, hát így is lehet mondani. 88 múzeum van Kárpátalján, és vezérigazgató csak én vagyok 88 múzeum között. Na, meséljünk erről a múzeumról. Ezt a múzeumot 2009, vagyis ezt pincehelyiséget 2009. szeptember 29-én kaptam meg. 160 négyzetméter, tehát 10%-át, ami van ennek a pince rendszernek, 10%-át. Az elsőként helyeztem el Ukrajnában egy szőlészeti borászati múzeumot. Ilyen múzeum Ukrajnában nincsen. Gondolok én arra, mint a Krimfélszigeten, vagy az Odesszába, a Pezsgőgyáraknak, vagy a Kótnárnak, Csizolynak megvan a saját múzeuma. De hol lehet megtekinteni azt a 250 fajta szőlőt, amit én ismerek? De a barátomnál már több mint 300 fajta található. Én úgy gondoltam, hogy ilyen nincsen sehol, és ezt be kellene mutatni. Ezért én ampilográfiai formában mutatnám be ezeket a szőlőfajtákat. Tehát ha én hozzám valaki behoz egy szőlőfürtöt, egy szőlőlevelet, meg egy liter bort, be tudjuk azonosítani, milyen szőlő található a saját birtokán. Mivel a 91-ig ez a város zárt város, határmenti város volt, itt nem lehetett venni, eladni telkeket, birtokat, ezért nagyon sok ember nem is tudja, hogy milyen szőlőfajták találhatók. Tehát egyetlen egy borrend van Ukrajnában, Beregszászon, ami a Szent Vencel nevet viseli. Két nyelven, a Szent Vencel borrendnek a Molino ukrán-magyar nyelven a története. Mit is csinál ez a borrend? 15 nemzetközi borfesztivál. Régi hagyományok visszaelevelődése, tehát tegyük fel, hogy nálunk megjelent Kárpátalján olyan fesztivál, hogy Bozsolé, Bogyolé. Nálunk van egy majdnem elfelejtett 1700 éves hagyomány. Amikor először lehet inni a bort, az új bort, ez november 11, és lipát enni hozzá. Tehát ez Szent Márton nap. Ez a történet a Szent Mártonnak ukrán-magyar nyelven. Hány tagot számlál ez a Szent Vencel lovagrend? Hát nem, most már több mint 40 fővel rendelkezik. Az a zseniális ötlete támadt Sepa Jánosnak, hogyha lejövünk a pincébe, ugye meghajlunk. És hogy létrejöhessen ez a pince, tégla árusításba kezdett. Igen, hát ide nagyon sok pénz lett betéve ebbe a pincébe. Olyan 25-30 ezer dollár, és 10 évvel ezelőtt jártam Amerikába. Három állam 30 múzeumot tekintettem meg, és megláttam ottan a csillagokat nagy pénzért. Úgy gondoltam, hogy Kárpátalja az nem az alja, hogy ottan nagy pénzért kőbe van vésve valakinek a neve. Úgy gondoltam, hogy én is itten olyan 10 000 forintért vagy 1000 givennyéje kőbe vésem a nevét. Ez mit jelent? Az egész világ meghajol előtted, mert másképp nem tudod elolvasni. És ezért hát, ha valamennyi pénz nekem is visszajön, azt, amennyit befektettem ebbe a pincehelyiségbe, a különböző javítási, tehát restaurálási munkálatokban. Hát ennyi volt már az Arckép más műsora. Remélem, hogy önöknek is olyan élmény volt a találkozás, mint nekem. Innen ebből a csodálatos helyszínből most elköszönünk, de tartsanak velem a legközelebbi műsorban is. Viszontlátásra!